A tavaszi hetedik fordulóban a Komáromi KFC labdarúgó csapata bős együttesít fogadta hazai pályán. A táblázatban szomszédos a két gárda, a KFC jelenleg a második, míg bős csapata a harmadik helyen tanyázik. Szoros mérkőzése volt kilátás, ami végül be is igazolódott. A vezetést a 14. percben Kósa Tamás révén a hazai csapat szerezte meg, de negyed órával később az ellenfélnek sikerült kiegyenlítenie. A félidőre maradt is ez az állás. A második félidőben a hazai csapat nyomás alatt tartotta az ellenfelet, de az szívósan védekezett, sőt, a 87. percben egy nagy helyzetet hagyott ki. A hajrában a komáromi csapat a 90. percben gólt szerzett ugyan, de az oldalbíró lest jelzett. A gólt szerző játékos végképp nem volt lesen, jóval a hátvédek vonala mögül került helyzetbe és adta a gólt. A bíró viszont nem adta meg. Gyurenka István edző a mérkőzés után megjegyezte. Egymás után immár másodszor fordult elő, hogy a bírók elvettek tőlünk 2-2 pontot. Az elmúlt héten Palárikovo csapatával szemben ítéltek ellenünk 11-est a mérkőzés 90. percében. Ez nagyon bosszantó, de harcolunk tovább. Egyébként a tavaszi évadot jól kezdte a KFC csapata. Az első három mérkőzésen begyűjtötte a maximális pontszámot. Aztán következett egy 1-0-ás vereség Nagymegyeren, majd a már említett két döntetlen. Reméljük, a folytatás sikeresebb lesz.